Hello, sziasztok! A mai videóban arról lesz szó, hogy vajon megváltozik az albérlet piac. Egy-két cikk már született a témában. Sokan szeretnék, hogy olcsóbbak legyenek az árak, mert most túl drágának tartjuk. De valóban jó nekünk, hogyha túl olcsó lesz, vagy olcsóbb lesz az albérleti piac, mint jelenleg? Na, ennek járok utána. Hoztam néhány érvet, néhány olyan érvet, amit nem árt átgondolnod. Az egyik legfontosabb, megérted a lakhatásnak a dinamikáját. Az albérlet és a saját lakás, az ingatlan piac egyszerűen össze van kötve. Így egymásba fonódott. Pontosan azért, mert ugye nagyon sokan a vagyonukat második, harmadik, negyedik ingatlanba forgatják, befektetés céllal vesznek lakást, hogy azt kiadják albérletbe. Nyilvánvalóan ezt addig teszik meg, ameddig az albérleti díjak magasan vannak, amíg az albérletből származó jövedelem az jó befektetésnek minősül. És mondhatod azt, hogy de hát ez kit érdekel? Valójában téged érdekelhet, és elmondom miért. Azzal, hogyha leütjük az albérleti árakat teljesen, vagy lecsökkenne nagyon, tehát nem piaci mechanizmusból, hanem más miatt, akkor gyakorlatilag szétütnéd az örökségedet, vagy éppen elinflálnád a saját lakás ingatlan vagyonodat. Mert gondolj bele, mert nem mindenki lakik albérletben. Lehet, hogy te se. Lehet, hogy neked is van most egy saját lakásod, vagy lehet, hogy a szüleidnek, a rokonaidnak van, amiket mondjuk te fogsz megörökölni. Most gondold el, mi történik akkor, hogyha az albérlet immáron nem lesz jó befektetési desztináció, hiszen az albérleti díjak maximalizálva vannak, vagy nagyon alacsonyak, a megtérülési rátája nagyon rossz. Ebben az esetben rengeteg potenciális vevő kikerül a piacról, ugye a befektetők kikerülnek a piacról, mert egyszer nem akarnak befektetni. Ha kikerülnek a vevők, akkor mondhatni egy ponton már nem túl kereslet lesz, hanem túl kínálat, ami azt jelenteni, hogy ha te el akarád adni az ingatlanodat, akkor csak egy alacsonyabb áron tudnád, hiszen kevesebb potenciális vevőnek tudod ezt értékesíteni. Tehát azzal, hogy az albérleti árakat azt kívánjuk, hogy lejjebb menjenek, ha neked te érintett vagy ebbe a játékba, akkor igazából tökölövöd saját magadat, mert csökkenni fog a te ingatlan árad is. Ez az egyik nagy problémám ezzel, hogy csökkenjen vagy ne csökkenjen. Nyilvánvalóan ez egy örök vita, hisz hogyha meg olyan helyzetben vagy, hogy nem fogsz örökölni, nincsen ingatlan vagyonod, és mellette még lehetőséget sincsen saját lakásra szert tenni a közeljövőben, akkor nyilvánvalóan neked elemi érdeked az, hogy minél olcsóban jussál albérlethez, minél olcsóban tud a lakhatásodat megoldani. Kérdés az, hogy számodra, ha te ilyen helyzetben vagy, jobb-e az, hogy most alacsonyan tartjuk az árakat, vagy jobb lehet-e az, hogy hagyjuk, hogy tovább nőjenek az árak, te valahogyan megpróbálsz legalább egy kis garzont összeszedni. Erről rengeteg videóban beszéltem, hogy a legfontosabb nem az, hogy álmaid házát meg tud-e venni, hanem hogy kerülj be az ingatlan vérfolyásába, kerülj be kerítésen belülre, mert hogyha csak egy kis garzonnal beszállsz, és később onnan könnyebben tudsz tovább lépni, vagy ha emelkednek az árak, akkor te lakásod érték is növekszik, tehát a növekedést összegarányosan ki tudtad ütni, át tudtad vészelni. Én azt gondolom, hogy talán egyébként jobb lehet az, hogy az árak továbbra is növekednek, és Nyugat-Európához tartunk árakba, mintsem mi leállítanánk az egészet. A következő ilyen érvem, vagy gondolatom, hogy az albérlet az fizetéshez van kötve. Ne felejtsd el, hogyha valaki kiadja neked a lakását albérletbe, az azt jelenti, hogy ő élete során vagy örökölt, akar a szülei, akit örökölt, azok az emberek, tehát valaki ezért megdolgozott, valaki ezért az ingatlanért energiaforrást áldozott be. Nyilvánvalóan akkor azért akarja neked odaadni, hogy ő abból nyerészkedjen. Innentől kezdve az albérleti piacnak az ár szintje, az nagyon egyszerű, mint a fajék, ezt lehet bonyolítani, de ez mindig, de nagyon meleg van, tehát ez mindig a fizetésekhez van kötve. Pont úgy, mint egy kiló kenyér, pont úgy, mondjuk a kiló kenyér, ez pont hülye példa, pont úgy, mint általában a kereskedelemben a termékek, szolgáltatások. Mindig annyit kérnek el, amennyit elkérhetnek. Az elkérhetek, az pedig alapvetően fizetéshez van kötve. Te akarsz 2 év múlva kevesebbet keresni? Hát nem hiszem. Arra számítasz, hogy nőni fog a fizetésed? Szerintem igen.
és azt szeretnéd, hogy minden évben nőjön a fizetésed? Ebben biztos vagyok. Akkor pedig gondolj bele, hogy milyen ellentétes az egész. Ha te azt szeretnéd, nőjön a fizetésed, de közben az, hogy csökkenjen az albéred, ez lehetséges szerinted? Ha tudjuk azt, hogy a másik oldalon olyan emberek vannak, akik pontosan tudják azt, hogy te mennyit fogsz keresni, és hogy abból te, tőled mennyit tudnak elkérni azért, hogy te lakhassál abban a lakásban. Tehát nem reális. Vagy akkor csökkentjük a fizetéseket is, és befagyasztjuk, és akkor talán az albért is csökkenni fog, vagy pedig a kettő együtt fog mozogni. És hogyha ezt te belátod, megérted, akkor talán könnyebben el tudod fogadni azt, hogy igen, nagyon drágák a albérletek, igen, de cserébe viszont ugye most már magasabb a jövedelmünk is. És igen, ebben a rendszerben vannak kiesők, azok, akik viszont, akinek nem nő jövedelmük, akik átlag alatt keresnek, és hát nyilvánvalóan ugye ők azok, akiket ez a fajta rendszer, ez magára hagy. És ők azok, akikkel valamit kéne kezdeni. Amire egyébként minden demokratikus társadalomban állami rendszereket hoznak létre, állami lakás bérprogrammal és különféle szociális megoldásokkal. De most mi nem erről beszélünk. És ilyenkor merül fel a kérdés, hogy a lakhatás az alapjog, vagy egy lehetőség. Tehát alapvetően jogod van-e arra, hogy te lakjál saját lakásba, vagy ez csak egy lehetőség, hogy te elköltözhetsz Mama Hotelből, hogy te lakhatsz máshol. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ha alapjog, akkor igen, akkor be kéne vezetni egy hatósági árazást az albérletbe, hogy ne üthessék fel a végtelenségig az albérleti árakat. Ha pedig nem alapjog, akkor meg miért akarunk beleszólni ebbe? De mi történik a hatósági árazással, ha mondjuk behoznák? Szó van ilyenről is, hogy egy felső. Ez nem új keletű, ez Németországban is szó volt erről, máshol is, ez mindenhol probléma. Mindenhol probléma, mert társadalmi feszültségeket szül maga az albérlet, hiszen nem mindenki van abban a helyzetben, sőt. A társadalom jelentős része, és minél nyugatabbra megyünk, például Londonba, Angliába, ez nagyon tetten érhető, az nem legnyugatabb, de érted, hogy az olló szétnyílik, és egyre inkább lesznek bérlők és ingatlan tulajdonosok, és egyre nehezebb lesz az átmenet a bérlőből tulajdonossá. Ez Angliában nagyon nehéz, Franciaországban nagyon nehéz, Németországban nagyon nehéz. Magyarországon 1:1 a váltószám még, azaz, hogyha tudsz egy minimális önerőt összeszedni, akkor gyakorlatilag a havi törlesztőd az nem lesz több, mint az albérleted díja, tehát a havi kiadásod nem lesz nagyobb, úgyis a saját lakásba költözöl. Mi még szerencsés helyzetben vagyunk, és inkább erre kéne fókuszálni, hogy hogyan tudunk akkor saját lakásba költözni, minél hamarabb, még mielőtt az olló végletekig szétnyílik, és esélyünk nem lesz arra, hogy lépjünk. Szóval hatósági árat bevezetni, az mit csinálna? Gyakorlatilag törvénybe iktatnánk azt, hogy az ingatlanoknak az árát le kell verni. De ez jó lenne az országnak? Egy hatósági ár? Én ettől félek. Azért félek, mert megint gondolj bele, ha hatósági ár van, akkor nyilvánvalóan romlik a befektetésen megtérülési értéke. Ezáltal tömegesen vonulhatnak ki befektetők erről a piacról, és a pénzüket máshova csatornázzák. De nyilvánvaló, hogy az ingatlan kereslet szükséges ahhoz, hogy például az építőipar mozogjon és fejlődjön. Mert nem lehet végtelen számú plázát építeni meg gyárat. Az ingatlaniparnak építőiparnak egy jelentős szelete az az ingatlan piaca, az új ingatlanok építése, felújítása. Na már most ezt a motort, ezt milyen üzemanyaggal hajtjuk? Hát ha őszinték leszünk, alapvetően befektető üzemanyaggal, mert ők azok, akik megveszik a második, harmadik, negyedik, ötödik lakásukat, ők azok, akik mondjuk nem életük során egyszer, vagy kétszer, hanem 5-4-10-szer újítanak fel lakást, és ehhez szakemberek segítségét kérik. Ők azok, akik gyakorlatilag úgy jelennek meg a piacon, hogy nem alapszükségletet elégítenek ki, tehát nem azért kell nekik lakás, hogy ők lakjanak valahol, hanem azért, hogy befektessenek. És éppen ezért ugye túlfogyasztás történik a piacon, tehát egy befektető akár több ember, több másik vevőt is tud pótolni, vagy ennyivel növeli a érdeklődők körét, hiszen
nem mindegy, hogy én jövök és akarok egy lakást venni, mert laknom kell valahol, vagy jön egy befektető, akinek még éppen most van pénze, és azt mondja, hogy ő vesz 5 lakást. Érted a mérőszámot? És ezzel felütjük a keresleti oldalt. És hogyha a keresleti oldal nagy, akkor a cégeknek megéri beruházni, és megéri építeni. Ezáltal egyébként a bankrendszerrel együtt mozog, mert ugye ilyenkor hitelek jönnek, de hát mondhatnám, hogy a IKEA-val is együtt mozog, mert ezeket a lakásokat be kell rendezni, vásárolni kell, és ez mind bevétel az államnak. És az állam a bevételeiből működik. És abból van utunk, meg abból van ez az amaz, hogy vannak bevételek, és ebből tudunk gazdasági programokat, támogatásokat hirdetni. Ebből tud az állam visszaadni, hogy aztán te legyen lehetőséged, ha nyilván feltételhez kötöttem, például babaváró, csok, stb., hogy lehet, azért kapsz pénzt az államtól, egyrészt, hogy legyen családod, vállalj felelősséget, legyen gyereked, másrészt azért lakhatáshoz kötött, hogy visszakerüljön ez a pénz a körforgásba, hogy aztán még a te meglévő pénzedet megforgassa, és azáltal, hogy hitelt kell effektív kényszerítettem felvenned, ha a lakhatásszéllal költözöl, ezáltal gyakorlatilag erőforrássá alakítanak téged, hiszen igen, kamatot fogsz fizetni a banknak, pörgeted a bankrendszert, a bankrendszer pedig képes lesz emiatt finanszírozni cégeket, a cégek képesek a finanszírozás miatt jobban fejlődni, és ez az egész egy ökoszisztéma. És kérdés az, hogy egy hatósági ár, albérleti piacon, ez hol van itt? Tehát ez hol szerepel? Elképzelhető, hogy végtelenségig nem lehet növelni az árakat, és a hatósági ár erre való. De erre ugye egy másik szemlélet meg azt mondja, hogy oké, de miért akarunk beleszólni? Tehát nyilván ez olyan, hogyha egy kibírhatatlan albérleti árat ad meg az eladó, vagy a tulajdonos, azt nem fogják kivenni. Tehát a piac mindig korrigál, és mindig fejlődik. A piac nem hülye. A piac nagy számok alapján mindig egy átlagot fog reprezentálni. És nyilván társadalmilag ez tök nagyon rosszul hangzik, hogy vannak, akik ebből kiesnek. De nekik más megoldást kell találni. Ugye, legyünk őszinték, hogy egy rendszerben játszunk, és ami az egyiknek veszteség, az a másiknak nyeresség. Tehát mi nem pénzt teremtünk, hanem mi a pénzt újra elosztjuk társadalmi szinten, és nagyjából erről szól ez a játék. És neked, hogyha olyan helyzetben vagy, tehát szükséged van lakni valahol, nyilván mindannyian ebben a helyzetben vagyunk, de bocsánat, de nincs most lehetőséged lakást venni, akkor arra kérlek, hogy ne arra koncentrálj, hogy milyen elviselhetetlen az albérlet. Ne ezen agyaljál, és ne szígyjál mindenkit, hogy mindenki hülye, te vagy helikopter, hanem azon gondolkozz el, hogy te hogyan tudsz a lakáspiacon belülre kerülni. És tudod, mi a legjellemző? Hogy általában lehetséges. Esetek 90%-ával biztosan tudom mondani, hogy igazából saját magad akadálya vagy. És azért, mert azt mondod, mert neked igényeid vannak. Te azt mondod, hogy te nem vagy hajlandó panellakásba lakni, mert te rosszakat hallottál róla, meg mit tudom, lehet, hogy te is laktál benne, és hú, de szar volt, és nem. Amúgy dir, dur, bum. Nem te családi házba. Csak érted, a panelt megkapod mondjuk 20 millióért, a családi ház meg 50 millió, és az 50 millióra esélyed nincs ebbe a percbe, a panel meg egy közelbi cél. Át kell gondolnod a stratégiádat, hogy akkor viszont előbb menjél panelba, és onnan gyűjtsél tovább, és lépjél át családi házba. Kerüljél ingatlanpiacon belülre. Vagy nincsen, eldöntötted, hogy oké, jó lesz neked a panel, de nagyon messze van, nem tudsz 20 millióhoz is 4-5 millió önerőt összetenni. 4-5-6 millió önerőt. Akkor mi a megoldás? Hát nem az, hogy akkor most így szomorú leszel, és ami kis pénzed van, azt is elköltöd szórakozásra, hogy ezzel gyakorlatilag egyfajta ilyen önigazolást keresél, és ilyen pillanatnyi boldogságot a nagy bánatodba, a depressziódba, hogy nem tudsz elköltözni annyira reménytelen, ezért mi a természetes reakció, az legtöbben mennek. Oké, akkor menjünk bele mindent bele nyaralásba, mert hát úgy sincs, ha már úgy sincsen esélyem erre, akkor költsem el. Nem ez a megoldás. A megoldás ilyenkor az, hogy át kell értékelned, hogy oké, 20 millióra nincsen, de figyelj, 15 milliós ingatlanra lenne? 3 milliót össze tudok mondjuk egy-két év alatt tenni? Ha igen a válasz, akkor el kell gondolkozni, hol találok én ilyen ingatlant?
ha nem éppen abban a faluban, városban, kerületben, akkor gondolkodj, nézzél kicsit messzebb. Nézd meg, hogy mondjuk a szomszéd városba, vagy szomszéd településen találnék ilyen ingatlant? El tudnám kezdeni ezt a fajta életet? Igen, nem. Tehát itt mindig proaktívnak kellene és megoldáson gondolkodni. Azt gondolom, hogy ez visz előre. Szóval megváltozik az ingatlan piac, ha már ugye erről beszélek, a albéletpiac. Én szerintem nem fog. Amíg nem lesz hatósági árazás, addig nem fog, nem tud megváltozni. Nem lesznek olcsóbbak. Az pillanatnyi, hogy most ugye rengeteg Airbnb lakás kerül Budapestre. De hát Budapesten van Airbnb, tehát mondjuk mit tudom én, Szegeden nem igazán van nagy tömegben Airbnb, akikkel majd lehet szívózni, meg ki lehet tiltani. Budapesten elképzelhető, de ne felejtsd el, hogy Budapest és az Airbnb alapvetően a belvárosra összpontosul. A belváros, ami bizonyos szempontból totál élhetetlen. Tök jól néz ki, meg tök jól császni, meg sétálgatni, de hogy ott lakni, az egy másik kérdés. Az arra összpontosul, az, hogy az a belvárosban lesz-e albérletár csökkenés, azt el tudom képzelni. Ha az Airbnb-t küldözzük, akkor valószínűleg nem lesz jellemző az, hogy egy szuterén üzlethelyiségből alakított 20 négyzetméteres lakást, azt mondjuk nem fognak 200 ezerért kiadni. De hát ebben biztos lesz korrekció. De az, hogy a külkerületekben, az agglomerációban ennek milyen hatása lesz, szerintem semmilyen. Sőt, én azt gondolom, hogy nem egymással verseny ez a belváros és a külváros agglomeráció. Egyáltalán nem. Nyilván van átfedés, de én nem számítok arra, hiszen amíg arra számítunk, hogy a bérek növekednek, addig én nem számítok csökkenésre. Na írd meg kommentbe, hogy te számítasz csökkenésre. Szerinted az albérleti árak csökkenni fognak? Nagyon várom a kommentedet. Ha tetszett a videó, lájkold. Gyere IFL Facebook pénzügyi csoportba, ott nagyon sok minden trollmentes környezetben meg tudunk beszélni, ami tök fontos a trollmentesség. Értelmes emberek beszélgetnek és nem cseszik le egymást. Ha bármiben tudok segíteni, szóljál, írjál, illetve Patreonra, link alul, elkészítettem egy exkluzív anyagot, hogy én milyen alapján, milyen szempontokat veszek figyelembe, amikor befektetés céllal nézek lakást, és a kedvenc tatabányai példámon vezetem le, elég unortodox módon. Én azt gondolom, hogy ez hasznos lehet, tehát olvasd el mindenféleképpen. És hát szép napot kívánok, sziasztok!